először is volt egy zenei vállalat. Tomival, meg Pistivel ültünk a próbaterem, és elkezdtük ezt játszani. A fejemben egy régi téma volt. Pa-pa, tetszett, hogy így kezdődik. Pa-pa, de-de-pa. Pa-pa-da-da-da. Ezt játszottuk gumiba órákon át, és nagyon szerettük, akkor Pristi találta ki rá a grúvot, imádja persze az új baritongitárját benne. És aztán volt egy másik ismerősömmel egy beszélgetés. Ő egyébként ilyen 20 pár éves, és mi ketten másik lányok pedig már egy elkötelezett párkapcsolatban élünk. És akkor arról beszélgettünk, hogy hogyan ez a házasságon vagy párkapcsolaton kívüli vágy. És akkor hát mondtuk, hogy hát de már elég egy nézés, és ugyanazt megkapod, amit korábban egészen az ágyig kellett elvinni. És akkor így mondta, hogy de hát hogy van? Hát jön egy ilyen, hát akkor hogy nem mentek bele? Hogy nem csúsztok le az olajos csúszdán? Hova tenni olyan szempontból, hogy ja, egy csomószor én is így belecsúsztam. Mert az ember nem én, az ember éhes. Vagy nem tudom, magányos, vagy ki mire használja a szexualitást. De hogy megmaradt ez az olajos csúszda, és akkor amikor ment ez a téma, akkor rájöttem, hogy hát kéne valamilyen, egy ilyen pure, ilyen vágy song, vágy dal. Dal a vágyakozásról, és az nekem egy nagyon tiszta dolog. Tehát, hogy szerintem őszinte, ártatlan és tiszta dolog a vágy. És valahogy ennek a mentén elkezdtem így képeket keresni, és nagyon tetszett ez az olaj. És akkor megnéztem, hogy az olaj az még hogy lehet-e a vágy körül képként, és hát ugye ez az olajos masszázs, meg olaj a tűzre persze. És akkor ezzel a háromon így eljátszogattam a dal folyamán, és ez is nagyon sok ilyen beszélgetést váltott ki. Egyébként az gyönyörű, hogy van egy első szintje ezeknek a szövegírói folyamatoknak, amikor otthon én és a papír, vagy én és a gép. Aztán beviszem a próbaterembe, ahol nem biztos, hogy mindenki otthon, de először így elkezdenek reagálni, így néznek, akkor így röhögnek, akkor kérdeznek. Akkor úgy elkezd élni maga a dolog, hogy hát akkor ez mi, meg ez hogy van? És tényleg beleírtad azt, hogy de majd figyelek én is, hogy ne csináljunk gyereket, de hát ez sok. Na de hát könyörgöm, Michael Jackson 82-ben leírta azt, hogy the kid is not my son. Szóval, hogy így ne csináljuk már azt, hogy így minden lehetne azt leírni, hát menjünk tudomást arról, hogy egy szexuális aktusból születhet gyerek, és arra érdemes figyelni. Tehát egyébként ez is egy ilyen felnőtt tévállás dolog. Gyere most hozzám. Mindegy, nagyon jókat röhögtünk az olajos csúszda kialakulása közben is, és hát mindenkinek virult a feje, amikor elkezdtük játszani a groove-ot. Kicsit az is benne, hogy ez egy ilyen, tényleg kicsit ez a 60-as évek angol száz popzene, Beatles, vagy nem tudom, valami ilyesmi hangulatot így behozott. Persze rajta az én kis etnikus imádott szekcióm, a Gázsa meg a Dongó. És hát nagyon élvezettel játsszuk ezt a dalt. Egyébként elárulom neked azt is, hogy az én drága menedzser asszonyom, a Réka asszonyom, hol asszony, az is egy fiatal csaj. Szóval mondta, hogy fia, írja már egy ilyen populárisabb számot, vagy amit így a rádióban játszanak. És akkor egyrészt eszembe jutott a Johnny Mitchell dala, You turn me on, I am a radio station. És akkor hát... És akkor én így emlékszem, ültünk a repülő, jöttünk az Észországból, Dongó, én, Réka, és akkor figyelj, oké, Réka, popstar, akarok lenni, és akkor ezen így rögtünk, hogy nem jó, hát hogy kell ilyen. De aztán sokkal érdekesebbnek találtam egy dalt írni a vágyról. Így jó.